Nyeste István, a Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója, a stúdió vendégem, szeretettel köszöntöm itt nálunk. Jó reggel, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Üdvözlöm a kedves nézőket is! Mit lehet tudni, mikor adatálható ennek az iskolának a kezdete? 1991. április hónapban, ha jól tudom, ekkor volt az iskola döntés arról, hogy átveszik a önkormányzattól, tehát az önkormányzat testületi gyűlés ekkor hozta meg a határozatát, hogy átadják az egyházmegyének. Ez volt ugye az első, és erre azóta is nagyon büszkék vagyunk, a Jászberényi Nagyboldogasszony megelőztük egy hónappal, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy az első iskolák voltunk. Itt az Egri Egyházmegyében. Az Egri Egyházmegyében, így van. És azóta, hála az égnek, egyre több az egyházi iskolák száma. Lehet tudni, hogy a megyében mennyi van? Az Egyházmegyének én tudomásom szerint 50 oktatási intézménye van. Ezek tagiskoláktól, tagóvodáktól kezdve, még ha a darabszámot nézzük, még több is, mint 50 intézmény. Múlt héten itt volt velünk dr. Ternyák Csaba is, az Egri Egyházmegyei érseke, és ő is nagy büszkeséggel mesélte, hogy igen, a Jézus szíve plébánia templommal szemben, ott van a Szent István Katolikus Általános Iskola is. Hány gyerek jár, mekkora létszám? Jelenleg 390 tanulónk van. Ez volt már egy picit több is, a kezdetén 91-ben 320 fő volt, tehát volt egy növekedés. Most jelenleg, nyilván ön is jól tudja, hogy sajnos a gyermekek születése a 90-es, 2000-es években eléggé visszaesett, tehát így a városban is a születendő gyermekek létszáma visszaesett, ezért a iskolánkban is most jelenleg ennyien járnak. És nem csak Mezőkövesdről, hanem gondolom a város vonzás körzetéből is, melyik a legmesszebbről jövő kisdiák, tehát hogy mi az a település, ami még szintén Mezőkövesdhez tartozik oktatásügyileg. Nagyon megfogott, nem értem még le kilométerbe, hogy melyik a legtávolabbi település, talán Tard vagy Mezőszemere, ahonnan járnak be hozzánk gyermekek. Igen, ha végig gondolom, akkor azt tudom mondani, hogy ez a kettő település a legtávolabb. De az egész iskolában is egyébként 60 körüli a bejárók száma, tehát elég jelentős. Kollégium tartozik hozzá? Nem tartozik. Nem, mert ez egy általános iskola, úgyhogy még mindenki otthonról jár. Miben más ez, mint az egyházi iskola, az egyházi oktatás, mint egy klikhez tartozó iskolában? Nagyon nehezet kérdezett. Sokan megkérdezik tőlem, amikor tájékoztatást tartunk a leendő elsősök szüleinek, hogy mivel másabb az iskola, mint egy másik iskola. Nehéz megfogalmazni rövid mondatokban. Nyilván a küldetésünk az, hogy Istennel megfelelő kapcsolatot ápoló, magyar országot, az országát szerető, és megfelelő nevelése, oktatással rendelkező gyerekeket bocsássunk ki a nagyvilágba. Tehát ez a célunk, hogy miben másabb, merem remélni, hogy szeretetteljesebb a légkör. És ezt azért is merem kijelenteni, mert voltak szülők, akik ballagás után odajöttek és áthozták egy másik intézményből hozzánk a gyereket, és azt mondták, hogy ők ezt tapasztalták. És ez nagyon jó dolog, hogy a visszajelzések ezek. Tehát szeretetteljesebb légkör, talán az oktatás színvonal is egy picit jobb, mint a környező iskolákban. Ebben tudnám összefoglalni az értéket. Milyen délutáni csoportok várják a gyerekeket? Jaj! Most szünidő van, már tudom megint, a választ. Már megint, nagyon sok, rengeteg. Ugye egyrészt a művészeti iskolával, az önkormányzati művészeti iskolával nagyon kapcsolatot ápolunk. A zeneiskolának kihelyezett foglalkozásait nálunk tartja. Tehát a városi zeneiskolában járó diákok közel 60%-a mi iskolánkból kerül ki. Ezért a mi iskolánkban a szolfés foglalkozás és nagy csomó hangszeres foglalkozás. Higgy el, én délutánonként hallom, alattam fújják a részfúvósok, a fafúvósok és mindenki, én már ismerem kívülről az összes dallamot, amit ők eljátszanak. De nem csak zeneiskola van, hanem különböző sportfoglalkozások, aerobik foglalkozások, karate foglalkozások, hát gondolom néptánc vívásunk is van. Néptáncunk az pont nincsen, de vívásunk van például, ami szerintem kuriózum itt a környéken.
Hú, mit mondjak még, hogy milyen foglalkozás mi jut eszembe, mert nem készültem erre, hogy felsoroljam az összes. Éppen júniusban volt a beszámoló, benne van, de hogy most még nem készítettem a munkatervet, úgyhogy nem tudom, hogy milyen, pontosan milyen foglalkozás, de nagyon sok fajta foglalkozás. És a munkatársairól mit lehet elmondani? A pedagógusonkon kívül vannak mondjuk mentálhigiénész szakemberek, pszichológus, ki mindenki segíti még a gyerekek fejlődését? Nagyon jó pedagógusaink vannak. Én vagyok az osztályfőnökük, de az, ugye a törvény úgy írja elő, hogy a létszám szerint lehet külön pszichológust vagy mentálhigiéniás szakembert alkalmaznunk. Nekünk nem írja el a létszám, ami államinak finanszírozott keret számot, tehát ezért nem tudunk alkalmazni, de nagyon jó kapcsolatunk van a családsegítő központtal, napi kapcsolatban állunk, úgyhogy ha bármilyen ilyen gond van, akkor az ő segítséget szoktuk kérni. Egyébként is jó, bocsánat, hogy ezt mondom, de az önkormányzat összes intézményével, illetve az állami intézményekben is nagyon jó kapcsolatunk van, mindig ha problémánk van, akkor ők tudnak segíteni, illetve fordítva is mi is segítünk nekik. És gondolom, hogy bármifajta egyházi, világi, nemzeti ünnepünk van, akkor az iskola tanuló is. Hogyne, természetesen. Részt veszünk a városi rendezvényeken, amennyiben igényt tartanak rá, természetesen. Mit tud ajánlani a szülőknek, hogy miért választják a Szent István Katolikus Általános Iskolát? Miért jó oda járni? Mert a legjobb iskola Mezőkövesden. Tényleg látszik. Ez így elég? Természetesen. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, ahogy előbb is beszéltünk róla, hogy a szülők is azt erősítik meg, hogy megfelelő, szeretetteljes környezetben oktatjuk a gyermekeket, oktatjuk és neveljük. Ez mindig nagyon fontos, kiemelnem a nevelést, és a szülőknek is el szoktam mondani az értekezleten, hogy nagyon fontos, hogy azonos értékeket közvetítsünk. Ha nem azonos értékeket közvetítünk, akkor nem tudunk együtt dolgozni. Tehát annak a gyermek fogja meginni a levét. Ha otthon más hal, mint az iskolában, akkor annak nem lesz semmi értelme. Tehát ha ebből indulunk ki, hogy azonos értékeket közvetítünk, akkor nagyon jól tudunk nevelni, nagyon jól tudunk oktatni, jó lesz a légkör, jól fogják érezni, már amennyiben lehet egy iskolában jól érezni magukat, mert az általában még elsőben, másodikban, harmadik, negyedikben, ötödikben még nagyon várják az iskolát, hetedik, nyolcadikban már annyira nem várják az iskolát. De ön is, hogyha visszaemlékszik az általános iskolás tanulmányaira, azt tudja mondani, hogy hát valóban annyira már akkor nem szerettem oda járni. Én azért ilyet nem mondanék, de ezt gondolom, ugye 91-ben megalakult az iskola, és azok a mára már felnőtt éle diákok tudják megmondani, hogy akkor a kezdetektől milyen volt. Járnak vissza az alma máterbe? Hogyne, meg nagyon sok, ugye, ha volt diákunk, már hozzánk hozza a gyermekét. És esetleg van olyan, aki ott tanít, visszament? Hogyne, természetesen. Van több pedagógus, aki az iskolánkba végzett annak idején, 90-es években, most már visszajött a régi alma máterébe. És főleg, hogyha egyházi iskoláról van szó, a Szent István Katolikus Általános Iskolának van egy úgynevezett világi vezetője, ön, és van lelki vezetője, és gondolok itt arra, hogy a Szent Jézus szíve plébániá templomhoz tartoznak, tehát akkor török atya segítségét is felfedezhetjük az iskolában. Mindenkori tévános atya szokta támogatni az iskolánkat, illetve mindenben segít, illetve szerencsések vagyunk, hogy a Jézus szíve plébánián káplánatja is van, úgyhogy most új káplánatjánk jött Bálint atya, ővel is reméljük, hogy nagyon jó kapcsolatot fogunk tartani, mint Vizi János atyával, aki most elhelyeztek a Egri bazilikába. Miben tudtak ők, vagy tudnak ők a gyerekeknek segíteni? Nagyon fontos, hogy ott legyenek az iskolában. Éppen tegnap beszéltem Bálint atyával, és kértem, hogy nagyon sokat legyen, amennyi csak tud lenni az iskolában, hiszen az ő személyes jelenléte, vagy a nyilván plébános atya nagyon elfoglalt, hiszen ő oktat is a szemináriumban, tehát a tudományi főiskolán, ő ezért kevésbé tudott lenni a iskolánkban, viszont a káplán atya, ha minden nap bejön, látják a gyerekek, látják a pedagógusok, leül a pedagógusokkal egy pár szót váltani, az nagyon nagy segítség. Ugye az ember kijön egy bosszantó óráról, és meglátja a káplán atyát, akkor rögtön egy pár szót, ha kap tőle, akkor rögtön jobb kedvedre derül.
Igen, mert ott van nekik egy segítő így van. Szellemük is. És a diákok ugyanígy oda mennek hozzájuk, és próbálnak megoldást keresni közösen? Tehát nem csak hit tanórán számíthatnak persze, rájuk. Persze. Nagyon sok közös programokat csinálunk a egyházközséggel. Ifjúsági klubfoglalkozás, ez pályázati pénzen keretein belül. Tehát próbáljuk a gyerekeket, az ifjúságot az egyházközséghez kötni, hogy később se távolodjanak el. És mindig vannak apróbb és hosszú távú célkitűzéseik. Most a Szent István Katolikus Általános Iskolának vannak ilyenek? Mik azok, ha vannak? Minél jobban csinálni a dolgunkat, ez az egyik, ha még lehet, még jobban. De hogyha konkrét célra tetszett rákérdezni, nagyon szeretnénk egy új tornatermet építeni, mivel a mindennapos testnevelés bevezetése óta egy tornatermünk van és egy kis tornaszobánk, és egy héten nagyon sok testnevelés óránk van, 85 testnevelés óra van az iskolában, és ez két helyszínen, kvázi mondjuk az iskola udvarán is tudjuk, csak az idő, ha rossz idő van, akkor nem tudunk ott testnevelés órát tartani. Van egy nyertes pályázatunk, most a közbeszerzésre várunk, hogy elkezdődjenek az építkezések. Szeptemberre hogy készülnek? Szeptemberre, igen, tehát hogy már megvan, hogy hány első osztályos lesz, gondolom megvannak a tanítók és tanítónénik hozzá. Mi egyéb plusz tud szeptemberben az iskola adni azért, hogy katolikus, nem pedig egy világi iskola? Hát nyilván a Veni Sanctéval, a Jöjj Szentlélek hívó szavával tudjuk várni majd a gyerekeket szeptember elején, tehát azt gondolom, hogy a Jóisten segítségével, a Szentléleken sugalmazása által talán egy kicsit könnyebb lesz visszarázódni az iskolába. De ha azt kérdezi, hogy milyen egyéb programokat csinálunk szeptemberben, szokásos nálunk családi napot, szeptember 3. hétvégén, szombaton szoktunk várni minden kedves szülőt, nagyszülőt, testvért, jöjjenek be az iskolába, csinálunk különböző programokat, kirakodóvásárlás, sportprogram, koncert, hogyha olyan lehetőségünk van. Tehát ezáltal is próbáljuk bemutatni az iskolát a szülőknek és a hozzátartozóknak. És nem csak bemutatják, hanem máshol is képviselik az iskolát. Gondolok itt az osztálytalálkozókra, nem csoport, tehát hogy mondják, testvériskolai kapcsolatokra, vagy esetleg hittanos táborokra, testvérvárosi kapcsolatoknál biztos ott is szövődnek barátságok. Csíkrákoson, Erdélyben, Székelyföldön van egy testvériskolánk, illetve van egy kezdeményezés, még igazából csak mi voltunk ott náluk, ők még nem tudtak eljutni hozzánk, de keressük a lehetőséget, hogy őket is vendégül lássuk. Tehát nekünk ez az egyetlen külsős kapcsolatunk, nincsen olyan testvériskolánk vagy testvérvárosunk, amely különösebben hozzánk kötődne ezen kívül. Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy mondhattam.